Jól kezdte a mérkőzést az esélyesebb házigazda, a pécsiek azonban az első negyedben tartani tudták a lépést a cápákkal, akik azért így is 5 pontos előnnyel fordultak a második 10 percre. Ezt a szakaszt nagyon megnyomta a Nyíregyháza, 32 pontot szereztek 18 ellenében, így a nagyszünetre már megnyugtató hazai előnnyel vonulhattak le a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, mindkét edző lehetőséget adott valamennyi játékosának, a különbség pedig folyamatosan nőtt a két csapat között. Végül 104-70-es nyíregyházi sikerrel zárult a találkozó. Azt kértük a fiúktól a mérkőzés elején, hogy komolyan vegyék a mérkőzést. Az elejének is rakatott a játékunk, illetve a védekezésünk, de aztán belelendültünk. Azt kértük tőlük, hogy próbáljunk gyakorolni védekezés formációkat, illetve támadásban egy-két taktikát, egy-két figurát. Valamikor betartották, valamikor nem. Nyilván egy ilyen mérkőzés, amikor vezetünk 30-an nehéz koncentrálni, de örülök a győzelemnek és annak is, hogy mindenki pályára lépett. A mérkőzésen 19 pontig és 11 lepattanóig jutó Fazekas Csaba szerint a későbbiek szempontjából fontos, hogy magabiztosan hozták a kötelező győzelmet. Nagyon örültem, hogy sikerült megnyerünk ezt a mérkőzést, szerintem így egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy utolérjük a BKG-t, és meglegyen a negyedik hely az alapszakasz során. Mindenképpen úgy készültünk, hogy ezt a meccset hoznunk kell, ez már csak plusz pozitívum, hogy sikerült 100 pont fölött dobnunk. A vendégek edzője a vereség ellenére is talált pozitívumokat csapata játékában. Kértem, hogy ne feltett kézzel érkezzünk meg. Agresszív védekezést kértem, hogy használjuk a fautokat, hogy lehetőleg minél kevesebb gólt kapjunk, meg támadásban szerettünk volna egy-két dolgot gyakorolni, illetve hát védekezésben is nyilván. Most az első negyedben ezt nagyjából visszakaptam, ott ugye még csak 5 pont volt a különbség, aztán a másik negyedet azt nagyon puhán csináltuk végig, ott kikaptunk 14 ponttal, harmadik negyed megint puhákra sikerült, az 10-zel, és akkor a negyedik negyedben megint használtuk valamire a fautjainkat, meg próbáltunk védekezni, és akkor így megint csak 5 pont lett, úgyhogy összességében mégis elégedett vagyok ezzel a kerettel, ez az eredmény, ez elfogadható. A forduló további eredményei a következők, MTK Török Bálint Veszprém 64-72, MEAFS Miskolc Oroszlány 77-82, MAFS Budafok 105-86, Nagykőrös Bonyhád 102-73 és Vasas Akadémia Békés 99-69. A tabella élén a 100%-os Veszprém áll megelőzve a 19-2-es mutatóval rendelkező MAFS-ot. A 15 győzelem mellett 6 vereséget szenvedő Nyíregyháza Blue Sharks a negyedik helyen várja szombati békési vendégjátékát.